Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! A Liga Kupa második fordulójában a Videóton FC vendége, a Gyirmót FC lesz itt a Sóstói stadionban. Németh Zoltánt hallják itt a Székesfehérvári stadionból. Fehér mezben majd a Gyirmóti csapat, és nem a megszokott piros-kék szerelésben játszik ma a Videóton, hanem majd az idegenben használatos sárga mez, illetve fekete nadrág a Videóton színösszeállítása, tehát a mai mérkőzésem. Nézzük mindenek előtt a kezdő csapatokat. Kezdjük a vendégekkel, a kapuban 1-essel Tarci Pál áll, a mezőnyben 2-essel Márton Dávid, 4-essel Pirka Tamás, 6-ossal Domanyik Szilárd, 7-essel Polyák Gábor, 8-assal Lannert Bence, 10-essel Horváth Rudolf, 16-ossal Lázár Patrik, 17-essel Vejtner Ádám, 21-essel Homonyi Gábriel és 24-essel Cseri Tamás a vendégeknél. A Gyirmót vezetőedzője Sós Imre, ami a kispadot illeti, 12-essel Deli Zoltán, 3-assal Tóth Balázs, 5-össel Ladislav Kozmer, 9-essel Tóth Norbert, 11-essel Csopaki István, 23-assal Varga László, 28-essel pedig Makrai László a vendég csapatban. Hamarosan megismerkedünk a Vidi kezdőjével is, de nézzük még ezt a támadást. Vasiljevic, lefülelték az átadást. Hát ebből fakadóan elég egyértelmű, hogy Dusan Vasiljevic ott volt a kezdőben a Vidinél. A kapuban Mladen Božović áll, aki meglepetésre kiszorult a szezon előtt a Vidi kezdőkapujából a bajnokságban. Tomás Tuivel védte folyamatosan a Vidi ketrecét. A védelemben Paulo Santos Vinicius, egy brazil védő, neki ez az első meccse a Sóstói stadionban, de van egy még ennél is nagyobb debütáns, 4-es számmal Marco Caneira, a 25-szörös válogatott portugál védő, 4-esen látható, ő a bektársa Viniciusnak. És ez az első tétmérkőzése a Videóton FC-ben, éppen most Caneira fejelte el a labdát előre. Aztán 6-ossal Dusan Vasiljevic, 8-assal Polunkai Attila, 14-essel Nikola Mitrovic, 17-essel Nikolic Nemanja, 22-essel Nagy Dániel, 24-essel Hector Sánchez, 29-essel Walter Fernández és 31-essel Margitics Andor. A Videótonban Paulo Souza ennek a kezdő 11-nek szavazott bizalmat, ami pedig a cserepadot illeti, 13-assal Somodi Bence, 2-essel Álvaro Bracsi, 9-essel Evandro Brandao, 16-ossal Filipe Oliveira, 21-essel André Alves, 23-assal Vaskó Tamás és 32-essel Király Patrik vár bevetésre. A találkozó játékvezetője Gyarmati Tibor, segítői Kepe Arnold és Kulman Tamás a mai meccsen. Itt a liga-forduló után 3 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség. Nézzük közben a Gyirmóti támadást. A szép, Božovićnak kell kirobbannia és felszedni a labdát. Eddig 7-es számú játékos a forduló után 3 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség. Nézzük közben a Gyirmóti támadást. A szép, Božovićnak kell kirobbannia és felszedni a labdát. Eddig 7-es számú játékos a... És kibólintják Vinicius elől. Hazafejelt labda, az nem volt jó ötlet, és ott a vezető gól. Hát ez egy nagyon szemfüles találat, a 16. percben egy óriási védelmi hiba után Nikolic Nemanja megszerzi a vezetést. Jó sem lehetett, Hector Sánchez lövi be, és a kapus összeszedi, mondom én, Nikolic elől, végül a védők szabadítanak fel. Nézzük az ellentámadást. Homonyik. Ujj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 
labdát a kifutó Mladen Božović mellett, és így egyenlít a gyirmót úgy, hogy gyakorlatilag a labdához. Szép labda ki jön is be a labda. Uha, Margit is nagyot hibázik, és ez pedig fölé. Hát Cseri könnyedén megszerezhette volna a vezetést most. Az első félidő utolsó eseménye. Még egyszer, tehát itt egyelőre 1-1 az állás. Mitrović, és marad is 1-1. Óriási trédet most Tarci. Még a szöglet belefér. Mitrović. Mitrović, ott a labda még mindig, és nem sikerül ellőni. Kivágják a védők, és ez az első félidő vége. A szünetben tehát Videóton Gyirmót 1-1,
A gólszerző Nikolić Nemanja hazai oldalon a 16. percben, majd Hector Sánchez öngóljával lett 1-1 az állás, a szünetben tehát döntetlen. Kezdődik a második félidő, a Videótonnál két csere is volt az első félidőben látott csapathoz képest. Pályán 21-es számmal André Alves dos Santos, és bejött még rajta kívül a Vidibe 16-ossal Filipe Oliveira, méghozzá ő, ha jól láttam, mindjárt kiderítjük, ki helyett jött be, mert egyelőre azt még nem tudom. Köszönöm, ellenőrizzük itt a neveket. És közben egy gól is. Hát nem tartott sokáig. André Alves dos Santos egy hihetetlen találatot szerez. Kicselez mindenkit, és gyakorlatilag hasonlóan Nikolić góljához ő is betalál. A 35. másodpercen megszerezte a vezetést, tehát a Vidi. Még egy gyönyörű becsúszó szerelés. Margit is mutatta be. A lövés az veszélytelen. 57 után vannak, a tegnap esti meccs után, de holnap már ők is ott lesznek a csapat edzésén. Szépen tovább, Walter, azt el kell lőni onnan. Úha! Közel volt a rövid felsőhöz. Hátor 30 méter a kaputól. Azzal együtt bizonyán kapaszkodnia kellett Bozsovicsnak. De jó kis lövés volt. Hátor 30 méter a kaputól. Azzal együtt bizonyán kapaszkodnia kellett Bozsovicsnak. De jó kis lövés volt. Nincs les, tovább engedik. Ott a bepassz, és gyönyörűen lefüleli Caneira. Azt onnan szerintem már lőnie kellett volna. Mirmot játékosnak. Megint csak nincs les, ezt most Vaskó füleli le, igaz nem a legjobb helyre teszi vissza. Ez is bemegy, és ez már be is akad. Kiegyenlít a vendégcsapat. Óriási az ölelkezés, egyelőre nem látom ki a gólszerző. Na nézzük. Ott van még a labda, Alves, és addig-addig állítgatja, hogy be is varja a rövid felsőbe. 3-2 a Vidinek ezzel, a mérkőzés 82. percében egészen pontosan. André Alves duplázik, úgyhogy egy fél időt tölt a pályán. A pályán, pedig a bajnokságot illeti, hétvégén a Haladás lesz az ellenfél. 8. fordulóban Sóston, szombaton 17 óra 30 perctől, tehát újabb hazai meccs következik majd a fejlődő csapat számára. Természetesen azt is láthatják itt majd, és ott pedig Nikolić Nemanjának csak összejön a duplázás. A 91. percben egy élesen belőtt labdát Tarci üt ki Nikolić elé, Nikolić pedig nem hibázza el, és ezzel 4-2 a Videótonnak. Andrea... Mondom még egyszer, nem történt semmi olyan, azért nem csak ebben a fél időben az egész meccs, ami indokolná a hosszabbítást. És vége is, a Videóton tehát 4-2-re nyer a Jirmót ellen, és ezzel 3 pontos a Liga kupában, csak úgy, mint most legyőzött ellenfele. Nikolić, illetve Alves duplájával a Vidi nyert, és így megszerezte első győzelmét ebben a sorozatban. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, a végeredmény, tehát Videóton Jirmót 4-2.